Good morning. Jó reggelt. Have you slept well? Jól aludtatok? Yes. Good. Nagyon jó. Are you tired from yesterday? Fáradtak vagytok a tegnapi nap után? No, good. Nem? Good for you. Jó neked. We are continuing our studies. A tanulmányunkat fogjuk folytatni. And we are going to take a look at what went wrong. És azt nézzük meg, hogy mi ment tönkre. Now this time we're going to take a look at groundbreaking psychological research. Ez alkalommal áttörő pszichológiai kutatásokat fogunk megnézni. We are looking at the mind as we did yesterday. Az elmét fogjuk vizsgálni, ahogy tegnap is tettük. But how it impacts us even further. Hogyan is befolyásol bennünket a későbbiek folyamán? Before we start, mielőtt elkezdenénk, I would like to start with a perhaps 20 or 30 seconds of prayerful silence. Egy félperces néma imával szeretném, hogy ha kezdenénk. And I would like to ask you that may God speak to each one of us, because we are going to speak about sensitive topic. És hogy arra kérlek, hogy ahogy magadban imádkozol, hogy kérd Istent, hogy szóljon hozzád, mert érzékeny témákat fogunk érinteni. Let us pray. Imádkozzunk. Lord. Urunk. You have seen what has went wrong. Te láttad azt, hogy mi ment tönkre. We ask you to speak to us. Arra kérünk, hogy szólj hozzánk. Help us not to hide. Segíts, hogy ne rejtőzzünk el előled. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Please be seated. Foglaljátok helyet. In our studies so far, eddig a tanulmányainkban, we have seen that life is a precious gift. Azt láthattuk, hogy az élet egy különleges ajándék. And therefore life is meaningful. És ezért az életnek van értelme. And we have seen scientific evidence. És tudományos bizonyítékot láttunk. That we have been created for love. Hogy szeretetre lettünk teremtve. To love and be loved. Azért, hogy szeressünk és szeretve legyünk. And this makes sense. És ennek értelme van. Because God is love. Mert Isten a szeretet. Yesterday, tegnap, in countless studies has shown, átvettük, hogy számos tanulmány megmutatta, that love is the main pillar for emotional, mental and physical well-being. Hogy úgy tűnik, hogy a szeretet a fő alappillére az érzelmei, a fizikai és a mentális jólétnek. When we studied about identity, amikor az identitást vettük át, we saw that we belong to God by creation and redemption. Láthattuk, hogy Istenhez tartozunk a teremtés és a megváltás révén is. And those ultimate human needs, which we all have, végső emberi szükségletek, amelyek mindannyiunkban ott vannak, whether that is safety and security, akár a biztonság és a menedék, whether that is pleasure, vagy az örömök, whether that is meaning and purpose, vagy a cél és az értelem, they all find their fulfillment, a beteljesülésüket, by realizing that we belong to him who is the creator. Mind abban találják meg, amikor felismerjük, hogy a teremtőhöz tartozunk. And we saw that all of these words which society is longing to experience. És láthattuk, hogy mindezek a szavak, amit a társadalom szeretne átélni. Freedom. Szabadság. Joy. Öröm. Pleasure. Élvezetek. Satisfaction. Megelégedettség. All of these words are finding in what we have seen here. Mindezeket a szavakat abban találhatjuk meg, amit itt láthatunk. But there is one word which encapsulates, szó, ami magába foglalja. And that's the Hebrew word. Az összeset, és ez pedig nem más, mint a héber szó, a shalom. Which is in our Bibles translated as peace. Amit a Bibliában úgy fordítanak le, mint béke. But it's more than peace. De ez több, mint béke. It's well-being. Ez egy jólét. It's physical well-being. Ez egy fizikai jólét. It's mental well-being. Egy mentális jólét. It's social well-being. Egy szociális jólét. And spiritual well-being. És egy lelki jólét. We would call this holistic health. Or azt mondanánk, hogy ez a holisztikus, teljes körű egészség. And no wonder, és nem csoda, that the great author Leo Tolstoy, hogy Leo Tolstoy a nagy szerző, író, he said life cannot have any other purpose than joy and goodness. Azt mondta, hogy az életnek nem lehet más célja, mint az öröm
és a jóság. Only this purpose, joy, is the ultimate worthy of life. Csak ez a cél, az öröm, a végső értelme az életnek. And that is why it's so interesting that when even Jesus preaches the on the mount. Ezért olyan érdekes, amikor Jézus a hegyi beszédet prédikálja azon a hegyen. He says, blessed are. Azt mondja, hogy boldogok akik. Blessed are. Boldogok azok. Blessed are. Boldogok. And that encapsulates the thinking of shalom. És ez a shalomnak a gondolkodását foglalja magába. Blessed are who boldogok, follow the Lord. Boldogok, áldottak azok, akik az Urat követik. So yesterday in our evening presentation, a tegnap esti előadásunkban, we were taking a look at how the mind functioned before sin. Megnéztük, hogy az elme hogyan működött a bűn eset előtt. The mind has an operating system. Az elmének van egy operációs rendszere. Run by two laws. Amelyet két törvény működtet. The law of love. A szeretet törvénye. And the law of beholding. És a szemlélés törvénye. Then we have the thoughts. Aztán ott vannak a gondolatok. And the thoughts are used in reasoning. És a gondolatokat az érvelés is magába foglalja. And the conscience. És a lelki ismeret. Those two are to cooperate in doing good decision making. Ennek a kettőnek együtt kell működnie ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk. But it's not enough just to know something. De nem elég valamit csak tudni. We must choose. Döntenünk is kell. And that's where the will comes into place. És itt jön az akarat erő a képbe. And the will is the power of decision. És az akarat erő a döntésnek az ereje. And that is something God cannot choose for you. És ez az, amit Isten nem tud megtenni helyetted. Only you can choose. Csak te tudsz dönteni. God reasons with you. Isten érvel veled. God speaks to your conscience. Isten szól a lelki ismeretedhez. But only you can choose. De csak te tudsz dönteni. And then we have the feelings. És aztán ott vannak az érzések. But the feelings are subjected to the thoughts. De az érzések a gondolatok alá voltak vetve. That's very important for us to understand. Ez nagyon fontos számunkra, hogy megértsük. But then the mind after sin. De aztán a bűn után az elme. We see that it has been infected by a virus. Látjuk, hogy egy vírus megfertőzte. It's not the law of love anymore that is the functioning of the mind. És így az elme már nem a szeretet törvénye alapján működik. But the law of selfishness. Hanem az önzés törvénye alapján. And we are all born into this world. És mindannyian úgy születünk el a világra. Not to naturally follow that which is good. Hogy természetszerűleg nem a jót követjük, but that which is bad, hanem ami a rossz. That which is selfish. Ami önző. The I. Az én. The self-centeredness. Az én központúság. And so the mind after sin functions. Az elme a bűneset után. It functions according to, first of all, feelings. Úgy működik, hogy először is az érzéseket veszi alapul. The feelings are the basis for any decision making. Az érzések lesznek a döntéseink alapjai. And that leads to that the will. És ez oda vezet, hogy that the will is az akarat going to follow whatever the feelings say. Azt követi, amit az érzés mond. But we all know. De mindannyian tudjuk. Feelings go up. De az érzések fölmennek. Feelings go down. Aztán lemennek. Feelings go up. Érzések felé vélnek. Feelings go down. Aztán lefelé. Feelings are things that we actually cannot trust that much. Az érzések egy olyan dolog, amit annyira azért nem bízhatunk meg benne. We should listen to the feelings. Hallgatnunk kell az érzéseinkre. We are not robots. Nem vagyunk robotok. But we must elevate feelings to the level of reason and conscience in order to do good decision making. De az érzéseket föl kell emelnünk az érvelés és a lelkiismeret szintjére azért, hogy jó döntéseket hozhassunk. Let's take an example. Tegyünk egy példát. Let's take the perspective of the mother again. Most tegyük az anyukának a szemszögét. It's 2 o'clock in the night. 2 óra van éjszaka. You have had a long day. Hosszú napod volt. And so what happens? És mi történik? Your little child starts to scream. A kisgyereket elkezd sírni. What's the natural reaction of the mother? Az anyukának mi a természetes reakciója? Oh, not again. Oh, már megint. If the mother listens to the feelings, hogyha az anyuka az érzésre hallgat, is the child going to receive any help? Akkor kap a gyerek segítséget? Probably not. Lehet, hogy nem.
Probably not. Lehet, hogy nem. So the mother must elevate that feeling to the level of reason and conscience. Tehát az anyuka ezt az érzést az érvelésnek és a lelkiismeret szintjére viszi. And then she must choose between herself. És aztán dönt saját maga között. And the child. És a kisgyerek között. And of course, any mother chooses the child. És természetesen bármelyik anyuka a gyerekét válassza inkább. But now, de most, let's take another scenario. Tegyünk egy másik esetet. It's 2 o'clock in the night. 2 óra van éjszaka. And your friend calls you. És a barátod felhív téged. You're almost in a coma situation. Majdnem kómában vagy, olyan fáradt vagy. But you take your phone. De ránézel a telefonodra. You answer. Válaszolsz. And your friend says. És a barátod azt mondja. Listen, you want to come to the party with me? Figyelj, el akarsz velem jönni partizni? And then we can go to the cinema. És aztán elmegyünk a moziba. And we're gonna have the greatest night ever. És a legjobb éjszakánk lesz valaha. What are you going to choose? Mit fogsz választani? Feelings? Érzések? Or reason and conscience telling you that it's better for you to sleep? Lelkiismeret azt mondja, hogy hát, hogyha most nem alszok, it's gonna be a tough day. Akkor nagyon kemény napom lesz. This is how the mind works after sin. Így működik az elme a bűn után. And then we are going in this presentation now, we are going to take a look at the thought. És most ebben az előadásban megnézzük a gondolatokat. Because I'm actually going to show you that there is a story in which all humanity is part of. Mert be fogom mutatni, hogy van egy olyan történet, amiben mindegyik ember részese. We are all part of a certain story in which mindannyian részesei vagyunk egy történetnek. In which there is a thought which we repeat to ourselves over and over and over again. Amelyben ott van egy gondolat, amit magunknak ismételünk újra és újra és újra. It may be different for you than for someone else. Talán számodra nehezebb, mint valaki más számára. But the common denominator, de a közös nevező, is this false story, hogy ez a hamis történet, which has come into the mind of humanity. Ami az emberiség elméjébe belépett. And so in order to find out the path of healing, és azért, hogy észrevegyük, hogy mi a gyógyulás útja, we first must understand the false belief in which we are actually operating. Először ahhoz meg kell értenünk, hogy mik azok a hamis tév hitek, amelyeken alapján működünk. And so today, as yesterday, tehát ma, mint tegnap, we are gonna trample upon some toes. Néhány lábújra rá fogunk lépni. But it's necessary. De szükségszerű. If we want to be on the path of healing. Hogyha a gyógyulás útjára szeretnénk lépni. So what went wrong? Tehát mi ment tönkre? Well, our identity has been destroyed. Hát az identitásunk az lerombolódott. We no longer want to find our identity in the Creator. Az identitásunkat már nem a teremtőben akarjuk megtalálni. And so we create all stories. És mindenféle történeteket hozunk létre. Just to find safety and security. Csak azért, hogy biztonságot találjunk. Pleasure. Örömöket. Meaning and purpose. Célt és értelmet. I'm gonna quote to you from some of the leading psychologists. Néhány vezető pszichológustól fogok idézni. In the last 20 years, pioneering work by psychologist Ellen Shore and others have suggested that all of the primary tasks of the infant, there is none more crucial than the pursuit and establishment of joyful, securely attached relationships. Az elmúlt 20 évben Ellen Shore pszichológus és mások élenjáró munkája azt javasolja, hogy a csecsemők és a kisgyermekek számára az összes elsődleges feladat közül nincs fontosabb, mint megtalálni és megalapozni egy örömteli, biztonságos kapcsolatot. So already from childhood or infanthood and on, tehát már csecsemőkortól, in order for that personal growth to take place azért, in a healthy way, hogy egy személyes, hogy egy egészséges személyes fejlődés történhessen, the psychologists are saying that that is to take place in a securely attached relationship. A pszichológusok azt mondják, hogy ez egy, ennek egy biztonságos közegben kell, hogy meg tudjon történni. The parents, a szülők, in their upbringing of their child or their children, ahogyan felnevelik a gyermeküket, it is to take place within a secure environment, ennek egy biztonságos közegben kell megtörténnie, and that is actually one of our ultimate needs as human beings. És hát ez a végső szükségletünk, mint embereknek. Security and safety. A biztonság.
It continues, Jim Wilder and his colleagues point out that the place of joy in our development across the life cycle. Jim Wilder és kollégái kimutatták az öröm szerepét a fejlődésünkben az egész életcikluson át, és ennek szerepét, mint egy kapcsolatilag támogatott állapot, amely az emberi jólétre vezethet. And its role as a relationally supported state that leads to human flourishing. So, not only do we have safety, tehát nem csak a biztonság van ott, we have the presence of joy. Hanem az örömnek is a jelenléte. Because you can create a very safe environment in which there is no joy. Mert egy nagyon biztonságos közeget létre tudsz hozni, amiben nincsen öröm. But the psychologists are saying that there is this two things coming together. De a pszichológus azt mondják, hogy ennek a kettőnek találkoznia kell. Safety. A biztonságnak. And joy. És az örömnek. Now another psychologist, Kurt Thompson, in his book The Soul of Shame. Egy másik pszichológus, Kurt Thompson, a Lélek szégyene című könyvében azt írja. Says one of the fundamental aspects of secure attachment is the infant's enlarging sense of the presence of a secure relational base. A biztonságos kötődés egyik alapvető pontja a csecsemő növekvő érzékelésére egy biztonságos kapcsolati alap iránt, amelyen keresztül felfedezheti a világot. A secure relational base from which he or she can explore the world. As is the case for any system, whether a human cell or a nation, mint minden rendszer esetében, legyen szó egy emberi sejtről, vagy egy nemzetről. Without the presence of safety, little to no creative activity can ensue. A biztonság jelenléte nélkül kevés, vagy szinte semennyi kreatív aktivitás sem tud létrejönni. Thus, when babies feel emotionally safe, which necessarily presumes physical safety, they are free to engage in their surrounding environment, learning not only about the world, but their responses to it. Ezért, amikor a kisbabák érzelmi biztonságot éreznek, ami szükségszerűen feltételezi a fizikai biztonságot, akkor szabadon kapcsolódnak a körülvevő környezetükhöz, és nem csak a világról tanulnak, hanem az ő saját válaszukról is. So once again, we see here freedom. Tehát itt láthatunk szabadságot, but at the same time joy, ugyanúgy örömöt, but safety, biztonságot, and these are our ultimate needs as human beings. És ezek ilyen végső szükségleteink, mint embereknek. Which are to be at the very foundation of infanthood and in our growth as human beings. Aminek ott kell lennie a csecsemő korban, mint egy alapként, és ebből lehet aztán felnőni. So as the role of the parent is basically to be able to somehow provide all of these things. A szülőnek az a feladata, és az a szerepe, hogy ezeket biztosítsa a gyermeke számára. Safety. Biztonságot. But at the same time joy. De ugyanúgy örömöt. And in the middle of it freedom. És mind a kettő között szabadságot is. Now, that's tough, isn't it? Ez elég kemény, nem? And it's only by the wisdom of God. És csak az Isten bölcsessége által lehetséges. And by His help that this can actually be done. És az ő segítségével, hogy ez megtörténhessen. What I find interesting. Amit érdekesnek tartok. That safety precedes freedom. Hogy a biztonság megelőzi a szabadságot. I want to say that again. Ezt még egyszer szeretném mondani. Safety. A biztonság. Freedom. Megelőzi a szabadságot. In our culture, a mi kultúránkban, it's the other way around. Ez teljesen meg van fordítva. Especially in the Western culture, in the Nordic places. Nyugati kultúrában, az északi helyeken. Give the child as much freedom as the child wants. Adj a gyermeknek annyi szabadságot, amennyit csak akar. And then the child, already when it's 4 years old, és aztán a gyerek, amikor már 4 éves, will decide this and that on the other. Majd magának eldönti, hogy mit akar. And then somehow the child will find safety. És aztán majd valahogy biztos ebben biztonságot is fog találni. But psychology says otherwise. De a pszichológia azt mondja, hogy ez nem így van. Safety. Biztonság. Precedes. Megelőzi. Freedom. A szabadságot. And that is the one of the main pillars of human flourishing. Fő tartó oszlopa az emberi jólétnek. And if you think about it, that is the basis for our relationship with God.
És hogyha átgondoljuk, igazából ez az alapja a kapcsolatunknak a jó Istennel is. God gives us freedom. Isten szabadságot ad nekünk. But that freedom is best used. De ez a szabadság, ezzel a szabadsággal akkor tudunk a legjobban élni. When we have a secure relational base with our Creator. Amikor egy biztonságos kapcsolati alapunk van a Teremtővel. So the role of the family cannot be overemphasized. Tehát a családnak a fontosságát nem lehet túl hangsúlyozni. It was as Mihalec Gábor had said. Mihalec Gábor mondta. The family must give two things to the child. A családnak kettő dolgot kell megadni a gyermek számára. Roots. Gyökereket. And wings. És szárnyakat. I like that. Ez nagyon tetszik. Roots. Gyökereket. Safety. Biztonságot. But also wings. De ugyanúgy szárnyakat. But let us ask the opposite question then. Akkor kérdezzük meg aztán az ellentétes kérdést. And this is where I have said that we are going to trample upon some toes. És most érünk oda, amire azt mondtam, hogy lehet, hogy néhány lábújra rálépünk. Because this sounds wonderful, doesn't it? Mert ez olyan gyönyörűen hangzik, nem? Safety. Biztonság. Joy. Öröm. Freedom. Szabadság. Everyone has had this childhood, right? Mindenkinek ilyen gyerekkora volt, nem? Probably not. Lehet, hogy nem. So what happens if you have not had a childhood with these experiences? Mi van akkor, hogyha nem volt olyan gyerekkorod, amiben ezek a tapasztalatok ott lettek volna? How does it affect us? Ez hogyan befolyásol minket? Dr. Thomas Verney. Dr. Thomas Verney. Author of the book Pre-Parenting States. A Pre-Parenting, vagyis az előszülőség című könyvnek a szerzője azt írja. Maternal feelings and moods are linked to hormones and neurotransmitters that travel through the bloodstream and across the placenta to the developing brain of the unborn child. Az anyai érzések és hangulatok hormonokhoz és ingerület átvivőkhöz, azaz neurotranszmitterekhez kapcsolódnak, amelyek átmennek a véráramba és bekerülnek a méhlepégybe, a még meg nem született gyermek fejlődő agyába. So we are talking about. Tehát most arról beszélünk. The little infant, hogy ez a kis magzat, in the womb, aki a méhben van. We're not talking about a child that has been born yet. Nem egy gyerekről beszélünk, aki már megszületett. We are talking about pregnancy here. Hanem a terhességről beszélünk. It continues. És aztán folytatja. Prolonged exposure to stress hormones, including adrenaline and cortisol, prime the growing brain to act in fight or flight mode, even when inappropriate throughout life. Stressz hormonoknak való meghosszabbított kitétel, mely magába foglalja az adrenalint és a kortizolt, arra készteti a fejlődő agyat, hogy harcolj vagy menekülj módba kerüljön egész életén át, még akkor is, hogyha ennek nincs ott a helye. So the pregnancy, tehát a terhesség, can actually be in such a way, történhet olyan módon, that the child who later becomes an adult, hogy az a kisgyermek, aki később majd felnő és felnőtté válik, is going to have those life situations which go back already to the pregnancy. Egy olyan élethelyzetekbe kerül, aminek a kezelése visszamegy igazából a terhességhez. And the way the mind operates és goes az a back, mód, ahogyan az ő elméje működik, goes back to the pregnancy time. Egészen visszamegy a terhesség időszakára. On the other way, más részről, maternal emphasis on joy and love, on the other hand, bathes the growing brain in feel-good endorphins and neurohormones such as oxytocin, promoting a lifelong sense of well-being. Az anyai hangsúly az örömre és a szeretetre, a fejlődő agyat jó érzés endorfinokban és neurohormonokban fürdeti, úgy mint az oxitocin, amely egy élethosszig tartó jólét érzését segíti elő. So science has discovered, tehát a tudomány észrevette, that the environment during pregnancy, hogy az a környezet, amiben az anyuka van a terhesség alatt, when the fetus develops, amikor a magzat fejlődik, will actually have a dramatic impact upon its well-being. Egy dramatikus hatása lesz majd a gyermek jólétére. The mother's emotions during childhood, az anyukának pregnancy, az érzései a terhesség alatt, affects the developing brain of the child. Befolyásolják a gyermek fejlődő agyát. Which in a sense affect the mind. Ami valójában hát befolyásolja az elmét is. Now don't misunderstand me. Ne értsetek félre. Pregnancy is a stressful situation. A terhesség bizonyára egy stresszes helyzet. But here we are talking about exposed stress time. De itt ilyen
meghosszabbított stressz helyzetekről beszél. And I find it fascinating. És lenyűgözőnek találtam. I don't have the quote in English, only in Hungarian. Hogy az édesanyja gondolatai és érzelmei jelentős befolyást árasztanak arra az örökségre, amelyet gyermekének továbbad. This is Ellen White. Ezt Ellen White írja. Continue. Amikor az anya gondolatai saját érzéseinél időznek, és egyben önző, ingerlékeny, követelőző, akkor gyermekeinek a természetében megnyilvánul majd ez a jellem. Így sokan kaptak első szülöttségi örökségként szinte legyőzhetetlen hajlamot a gonoszra. It speaks about that the characters of the mother transmits to the children. Itt arról beszél, hogy az anyának a jelleme tovább megy a gyermekben. And it says, és úgy folytatja. A lelkek ősellensége sokkal jobban megérti a kapcsolatot, mint sok szülő. Kísérti az anyát, mert tudja, ha nem áll ellen, akkor rajta keresztül gyermekét is befolyásolhatja. Az anya egyetlen reménye Isten. Hozzá menekülhet erőért, kegyelemért, és nem hiába. It basically speaks about that Satan knows this very interesting connection of the mother transmitting the characteristics to the child. And the only hope the mother has is God. So this is fascinating. And the last quote. És egy utolsó idézet. That the mother who is awaiting the child is to protect her soul in the love of God. A várandós anya őrizze meg lelkét Isten szeretetében. In her mind let there be peace. Elméjében legyen béke. Let her rest in the love of Christ. Pihenjen Jézus szeretetében. Yeah. Krisztus szavait gyakorolván. Gondoljon arra, hogy az anya Istennel együtt munkálkodik. So what modern psychology has discovered. Tehát amit a modern pszichológia észrevett. I find it fascinating that Ellen White during the 19th century already understood. Tartom, hogy Ellen White már a 19. században megértette. This fascinating connection between the mother. Ezt a lenyűgöző kapcsolatot az anyuka. And the developing child. És a fejlődő gyermek között. So my friends, even before we entered the world. Tehát barátaim, még mielőtt a világra jöttünk volna. Some of us come in more damaged than broken. Néhányan több sérüléssel érkeznek. Others of us not so much. Míg mások nem olyan sok károsodással. But still that brokenness is there. De ez a töröttség még így is ott van. Then after the baby has been born. És aztán miután a gyermek megszületik. It does not take long before he or she experiences some kind of rejection. Nem telik el hosszú időbe, míg visszautasítást tapasztal meg. Or even abandonment. Vagy elhagyatottságot. So rejection can come in many different forms. Az elutasítás nagyon sok fajta formában tud jönni. Parents. A szülőkön keresztül. Siblings. Testvéreken keresztül. Relatives. Rokonokon keresztül. Friends. Barátokon. Bullies in school. Iskolai kicikizés. Teachers. Tanárok. Strangers. Idegenek. Football coaches. Foci edzők. Anyone really. Igazából bárkitől. Anyone who has been rejected. Bárki, akit elutasította. In one way or the other. Akár így, akár úgy. Knows what rejection brings about. Tudja, hogy mit okoz a visszautasítás. We know that pain which cuts so deep. Ismerjük azt a fájdalmat, ami olyan mélyen belevág. But the problem is this. De a probléma következő. We as humans do not seem to know how to handle this pain. Úgy tűnik, hogy mi emberek nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezt a fájdalmat. Especially early on in childhood. Különösen a korai gyermekkorban. There is this internal pain. Ott van ez a belső fájdalom. And that is shaping us in who we will become. És ez formál bennünket abba, hogy kivé válunk. It shapes our characters. Formálja a jellemünket. And so within this pain of rejection. És így a visszautasításnak ebben a fájdalmában. Combined with our discernment being deeply compromised. Azzal kombinálva, hogy az ítélőhozó képességünk eléggé megromlott. Our view of ourselves is, let's say. Az, ahogyan magunkra nézünk. Very skewed. Mondjuk azt, hogy hát eléggé felszínes, eléggé gyenge. Torz. And that it itself is going to transform in how we view others.
És aztán ez átalakul abba, hogy hogyan nézünk másokat. And especially how we view God. És különösen hogyan nézünk Istenre. Everything we experience, bármi, amit megtapasztalunk, is filtered through this pain of rejection. A visszautasítás szűrőin keresztül kapjuk. And that's why Ron and Nancy Rocky define rejection in the following way. És ezért határozta meg Ron and Nancy a visszautasítást a következő módon. It's a refusal to accept, to hear, to teach, or to consider important. Azt mondja, hogy az elutasítás az az, hogy megtagadni, hogy elfogadjanak, meghallgassanak, tanítsanak, vagy fontosnak tekintsenek. It's to discard, push aside, or discount. Ez az eldobás, mellőzés vagy leminősítés. And it is an emotionally charged knowledge that you are not loved and want it for yourself. És ez egy érzelmileg töltött ismeret, amely azt üzeni, hogy nem vagy szeretve, és téged nem akarnak. What have we been created for? Mire lettünk megteremtve? Love. Szeretetre. And the opposite of this is rejection and abandonment. És ennek az ellentéte az elutasítás és az elhanyagolás. If you want to bring about brokenness in human beings, hogyha az emberiségbe töröttséget akarsz behozni, let them not realize that they are created to love and be loved, akkor ne engedd, hogy észrevegyék, hogy arra lettek megteremtve, hogy szeressenek és szeretve legyenek. But let them clash. Hanem hagy ütközzenek. In family, a családban, in friends, a barátok között, in society, a társadalomban, in church, a gyülekezetben, everywhere, mindenütt. Let them realize that they are not loved. Hagy vegyék azt észre, hogy ők nincsenek szeretve. And want it for themselves. És hogy őket nem is akarják. John Envoy says. John Envoy azt mondja. The greatest terror a child can have. A legnagyobb terror, amit egy gyermek átélhet. Is that he is not loved. Az az, hogy őt nem szeretik. And rejection is the hell he fears. És az elutasítás az a pokol, amitől fél. I think that everyone in the world to a large or small extent has felt rejection. Úgy gondolom, hogy a világon kisebb vagy nagyobb mértékben már mindenki átélte az elutasítást. And with rejection comes anger. Az elutasítással jön a harag. And with anger, some kind of crime in revenge for the rejection. És a haraggal valamilyen bűntény, bosszúként az elutasítás. And with the crime, guilt. És a bűnténnyel bűntudat. And there you have the story of mankind. És megérkeztünk az emberiség történelméhez. Rejection, elutasítás, which is about not being loved, ami arról szól, hogy nem vagyunk szeretve, leads to anger. Haraghoz vezet. Anger leads to crime. Harag az a bűntényekhez vezet. Because you want to revenge. Mert bosszút akarsz állni. And then you know that you should not have done that. És aztán tudod, hogy ezt nem kellett volna megtenned. And there you have the cycle. És aztán itt van egy ciklus. And cycle. Exactly. Ami csak így megy. So the research is clear, my friends. Tehát a kutatás az eléggé világos, barátaim. If someone has experienced rejection as a child. Hogyha valaki elutasítást él át, mint egy gyermek. In other words, not felt that one is important and loved. Más szavakkal, ha nem érezte, hogy ő fontos és hogy őt szeretik. And we have all sensed some kind of rejection, unfortunately. És valamilyen módon mindannyian érzékeltünk már elutasítást, sajnos. It has created some kind of scars in us. Ez bizonyos sebeket hozott létre bennünk. But it's not scars on the body which are easily detected. De ezek nem sebek a testünkön, amit olyan könnyű észrevenni. These are inward scars. Ezek belső sebek. But what is fascinating is that this pain of rejection, de ami lenyűgöző, hogy a visszautasításnak ez a fájdalma, is stored in implicit memories. Ezt a memóriánk teljesen elraktározza. And these memories are the ones that shape us before we even begin to speak a language. És ezek azok a memóriák, azok az emlékek, amik már akkor formálnak minket, mielőtt elkezdenénk beszélni. And they affect our thoughts. És aztán befolyásolják a gondolatainkat, our feelings, az érzéseinket, our self-talk, which we talked about yesterday, a belső beszélgetésünket, amiről tegnap szóltunk, and then habits and behaviors throughout life. És aztán szokások és viselkedés minták jönnek ki az életben. When we grow up and learn to talk, though, amikor felnövünk és már tudunk beszélni, the brain can better understand what rejection is. Az agy már jobban meg tudja érteni, hogy mi is a visszautasítás. But that doesn't mean that we have learned how to handle
handle it. De ez nem jelenti azt, hogy meg is tanultuk, hogy hogyan kezeljük. Because now, mert most, we start slowly but surely develop survival techniques. Lassanként elkezdtünk kifejleszteni túlélési mechanizmusokat. Survival mechanisms. Túlélési technikákat. Based on our personal experiences and pains. Ami a személyes tapasztalatainkon és fájdalmainkon alapul. How does it look like? Hogyan néz ez ki? Well, we are always ready to defend ourselves. Hát mindig készek vagyunk megvédeni magunkat. We feel that people are attacking us all the time with their comments. Azt érezzük, hogy emberek mindig támadnak minket. We cannot admit that we are wrong. Nem tudjuk bevallani, ha tévedünk. Because then our entire world and reality will fall apart. Mert akkor aztán az egész világunk és a saját kis valóságunk összeomlik. I must put on a persona. Magamra kell vennem egy álarcot. In order to show to others that I am someone. Azért, hogy megmutassam másoknak, hogy én vagyok valaki. Let me give you a couple of examples from the book Soul of the Soul of Shame. Hadd adjak néhány példát a Lélek szégyene című könyvből. By the time she was 26, mielőtt 26 éves lett, she had slept with over 15 men and endured 2 abortions. 15 férfival aludt már együtt, és 2 abortuszon is túl volt. But the sex had begun when she was 11. A szexuális életet 11 éves korában kezdte el. With an uncle, egy nagybácsival, who had first treated her as special, aki először olyan különleges módon bánt vele. But eventually threatened her life if she were to reveal the horror. De végül az életét is megfenyegette, hogyha ezt a horrort nyilvánosságra hozza. This lasted until 17 years. Until she was 17. Ez addig tartott, amíg 17 éves nem lett. When she left for college. Amikor elment főiskolára. Where she was free of her uncle. Amikor megszabadult a nagybácsiától. But she was now so imprisoned in her behavior. De most már annyira a viselkedési börtönébe került. That the only way she knew the path to intimacy. Hogy az egyetlen mód, ami a bensőségességet és az intimitást ismert, was by having sex with other men. Az az volt, hogy különféle emberekkel lefeküdt. She was growing up with a sense of low insecurity and low self-worth. Bizonytalansággal és alacsony önértékeléssel nőtt fel. Short-lived romantic and sexual relations were the only language she could process that she was important. És ezek a romantikus kapcsolatok voltak az egyetlen nyelv számára, amiben ki meg tudta azt érteni, hogy ő talán fontos. Another story. Egy másik történet. When Allison brought her test result to her mother, amikor Allison elvitte az ő vizsga eredményét az anyukájának, showing a score of 92%, és 92%-os sikert mutatott, her mother asked, az anyukája azt kérdezte, what happened to the other 8%? Mi történt a másik 8%-kal? It does not take much to imagine what Allison sensed. Nem tart sok időben, míg Allison észrevette. And felt after multiple interactions like this one. És sok ilyen esemény után valamit észrevett. She started to tell herself that she simply had not worked hard enough. Egész egyszerűen azt kezdte magának mondani, hogy nem dolgozott elég keményen. She had received an A. Egy ötöst kapott. But she told herself she needed to work harder. De azt mondta magának, hogy keményebben kell dolgoznia. In order to improve her scores. Azért, hogy az eredményein javítson. As a result, ennek eredményeképpen, she developed a self-talk. Egy olyan belső beszélgetést kezdett el magának mondani. Where her thoughts and feelings were reinforced. Ahol az ő gondolatai és érzései egymást erősítették. Where her worth and value was based upon what she was doing. Ahol az ő értékét ahhoz kötötte, hogy ő mit csinál. And she said, I do not work hard enough. Nem dolgozok elég keményen. And she carried this thinking with her to the university. És ezt a fajta gondolkodást vitte magával az egyetemre. And then into the career job. És aztán a munkájába. And ultimately into her relationship. És végül a kapcsolataiba. And to her family. És a családjába. But probably the most upsetting examples of all. Talán a legfelháborítóbb példa mindezek közül. It must be Helen.
az Helennek a története. As a child and adolescent, mint egy gyermek és mint felnőtt már, she thought that her family was not that broken at all. Azt gondolta, hogy hát az ő családjával nincs olyan nagy probléma. But she did not realize that her older brother Jack, de nem vett észre, hogy az ő idősebb testvére Jack, received much more attention from her parents, especially the mother, sokkal több figyelmet kapott a szülőktől, különösen az anyukától, than she did. Mint amennyit ő. Helen thought it must be because he is the golden boy. Helen azt gondolta, hogy biztos azért, mert ő az aranyfiú. He deserves this. Hát ő megérdemli. Jack received much public and personal appreciation. Jack nagyon sok nyilvános és személyes elismerésben részesült. But she had barely received anything. De ő szinte nem kapott semmit. Even in adulthood, this pattern continued. Még a felnőtt korban is ez a minta folytatódott. When Helen and Jack were married and had children of their own, amikor már Helen és Jack is megházasodtak és már saját gyerekeik voltak, Jack's children received more attention than Helen's did. Jacknek a gyerekei több figyelmet kaptak, mint Helen gyerekei. Helen's response? Helennek a válasza? Work harder. Dolgozz keményebben. As during childhood and adolescence. Úgy, ahogy gyermekkorban és felnőtt korban. To gain her parents' affirmation. Azért, hogy megszerezhesse szüleinek a megerősítését. But not for herself. De nem maga számára. But for who? Hanem ki számára? The children. A gyerekek számára. But it just became too much at the end. De végül ez csak így túl sokká vált. During one family reunion. Egy ilyen családi találkozó alkalmával. When conversations once again turned naturally to all that Jack and his sons did. Amikor a beszélgetés természetesen megint arra terelődött, hogy Jack és az ő gyerekei mit csinálnak. Helen tried to show her daughter's interest in sports. Helen is megpróbálta az ő lányainak az érdeklődését megmutatni a sport iránt. But it was like talking to an empty chair. De ez olyan volt, mint hogy egy üres székhez beszélne. No one was prepared for what would happen next. És senki sem volt felkészülve arra, hogy mi történik ezután. She stood up. Felállt. Threw the plate to the ground. Levágta a tányért a földre. Broke the wine glass. Eltörte a boros poharat. And now her tirade erupted, which has been boiling for over 40 years. És az ő idegei azok felszakadtak, ami már olyan régóta forró volt. 40 years of rejection and pain. 40 év visszautasítás és fájdalom. She only stopped when her ammunition had stopped. Or it was empty. Csak akkor fejezte be, amikor már ellőtte az összes lőszerét. So they left the party. Elmentek a partiról. But her parents said nothing. De a szülei nem mondtak semmit. They became upset instead. Hanem mérgesek lettek rá. Because all the trouble she had caused for them. Mert az minden olyan sok problémát okozott most nekik. And for who? És persze kinek? Jack. Jacknek. I am not telling these stories so that we can hide behind our past. Nem azért mondom el ezeket a történeteket, hogy elbújhassunk a múltunk mögött. But instead, we have to learn about ourselves, of who we are. Hanem meg kell magunkat ismerni, hogy kik is vagyunk valójában. Our own past experiences. A mi saját múltbéli tapasztalatainkat. So that we can make good decisions now. Hogy most jó döntéseket hozhassunk. And be able to be free in the now and the future. És hogy mostantól és a jövőben szabadokká válhassunk. Because if we like it or not. Mert akár tetszik, akár nem. In our own self-defense of any internal pain. A mi saját önvédelmünk bármilyen belső fájdalmunkban. We are actually creating something other than which God has in store for us. Ebben valami mást hozunk létre, mint amit Isten tartogat. Instead of allowing the identity which God has in store for us. Ahelyett, hogy megengednénk, hogy az az identitásunk legyen, amit Isten tartogat számunkra. And that brokenness may be healed by the love of Jesus. És hogy ebből az összetörötségből meggyógyulhassunk Jézus szeretete által. Unfortunately, in our self-defense. Sajnos az önvédelmünkben. We are actually creating a false self. Egy hamis ént hozunk létre. We try to handle the pain of rejection. Szeretnénk a visszautasítás fájdalmát kezelni. Suppress those feelings and emotions. Lenyomni ezeket az érzéseket. Only to realize that we have actually created a bigger emptiness.
És aztán csak azért, hogy észrevegyük, hogy végül egy még nagyobb ürességet hoztunk létre magunkban. So in this brokenness, tehát ebben az összetördöttségben, we try to put the pieces together. We actually do. Szeretnénk a részeket összerakni. We try to find a reference point. Szeretnénk egy kötődési pontot találni. We try to find a source of security. Szeretnénk a biztonság forrását megtalálni. But the problem is, de a probléma az, that in our search for security in the created world, hogy amikor a teremtett világban keresünk biztonságot, we become even more insecure. Csak még bizonytalanabbakká válunk. So what happens with the pain? Tehát mi történik a fájdalommal? We try to numb the pain. Szeretnénk elnyomni, elnémítani a fájdalmat. With everything possible. Minden lehetséges dologgal. But the more we try to numb the pain, de minél inkább próbáljuk elnémítani ezt a fájdalmat, the more unbearable it becomes. Annál inkább viselhetetlenné válik. And this is where addiction comes into place. És itt jön be a függőségek. Because addiction is a powerful force in order to numb the pain of rejection and mert a függőség egy hatalmas erő arra, hogy lenyomják azt a fájdalmat. We try to find security in alcohol. Szeretnénk biztonságot találni az alkoholban. Cigarettes. Cigarettában. Pornography. Pornográfiában. Food. Ételben. Money. Pénzben. Material items. Anyagi dolgokban. Career. Karrierben. Entertainment in movies and songs. Szórakozásban, filmekben, énekekben. But instead of allowing our ultimate security to be found in the Creator. De ahelyett, hogy a mi végső biztonságunkat a Teremtőben találnánk meg. Namely a personal relationship with Jesus. Nevezetesen egy személyes kapcsolatban Jézussal. We will use everything in the created world to feel connected. Mindent megpróbálunk használni az alkotott világban azért, hogy kapcsolatot érezhessünk. And so here we are in this vicious cycle. És így bekerülünk ebbe az ördögi körbe. We know that something is wrong. Tudjuk, hogy valami rossz. But instead of doing something about it, de ahelyett, hogy valamit kezdenénk ezzel, we now choose to hide. Úgy döntünk, hogy rejtőzködünk. We choose to isolate ourselves from others. Úgy döntünk, hogy elszigeteljük magunkat másoktól. And we have swallowed the lie. És lenyeljük a hazugságokat. That vulnerability is weakness. Hogy a sebezhetőség az gyengeség. The vicious cycle that I have described and which I believe most of us are familiar with. Az ördögi kör, amit leírtam, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak ismerős. Is a woman by the name of Brené Brown, a researcher. Ezt nagyon jól leírja Brené Brown, egy kutató. She says, she's not a Christian, by the way. Ő nem keresztény. But listen to what she says. De vegyük észre, hogy ő mit is mond. We have all fallen. Mindannyian elbuktunk. I want that to sink in. Szeretném, ha ezen kicsit elmélyülnénk. We have all fallen. Mindannyian elbuktunk. That's very biblical, isn't it? Ez eléggé biblikus, nem? This is what we studied yesterday about the mind. Ezt tanulmányoztuk tegnap az elméről. She's not a Christian. Ő nem keresztény. Yet she realizes that something is wrong. De mégis észrevette, hogy valami rossz. We have all fallen. Mindannyian elbuktunk. And we have the skinned knees and bruised hearts to prove it. És ezt bizonyítják a sebes térdeink és az összezúzott szíveink. Do you have the skinned knees? Don't raise your hand. Vannak sebes térdeid? Nem emeld fel a kezedet. We all have the skinned knees and the bruised hearts. Mindannyiunknak vannak sebes térdeink és vérző szíveink. But scars are easier to talk about than they are to show. De a sebekről könnyebb beszélni, mint megmutatni. With all the remembered feelings laid bare. Mindazokkal az emlékezetes érzésekkel, amik feltörnek. And rarely do we see wounds that are in the process of healing. És ritkán látunk sebeket a gyógyulás folyamatában. I am not sure if it's because we feel too much shame to let anyone see a process as intimate as overcoming hurt. Nem vagyok biztos abban, hogy ez amiatt van-e, mert túl sok szégyent érzünk ahhoz, hogy bárkinek megengedjük, hogy meglásson. Or if it's because even when we muster the courage to share our still incomplete healing, hogy meglásson egy olyan bensőséges folyamatot, mint legyőzni egy sérülést,
Vagy azért van-e, mert még amikor mesteri szintre visszük bátorságunkat, hogy megosszuk a még be nem fejeződött gyógyulásunkat, people reflexively look away. Akkor az emberek reflexzerűen elfordulnak. Isn't that what usually happens? Nem történik ez általában? When you want to open yourself. Amikor szeretnéd magad kinyitni. We have swallowed the lie that vulnerability is weakness. Lenyeltük azt a hazugságot, hogy a sebezhetőség az gyengeség. And what is so interesting is that during the last 20 years of psychological research. És ami olyan érdekes, hogy az elmúlt 20 év pszichológiai kutatásában has established a fact about human nature. Megalapoztak egy tényt az emberi természetről. And that is the term. És ez az a kifejezés. Shame. Szégyen. What these researchers are arguing, amit ezek a kutatók érvelnek, is that what is leading us in our attempt in almost everything in life, az az, hogy ami vezet bennünket a próbálkozásainkban, szinte mindenben az életben, is shame. Az a szégyen. Now let us define the terms. Határozzuk meg ezt a kifejezést. A research study revealed that when we humans do something wrong, there are two different reactions that we apply. Egy kutató tanulmány feltárt, hogy amikor az emberek valami rosszat tesznek, arra kétféleképpen reagálnak. Shame-based reaction. Szégyen alapú reakció. And guilt-based reaction. És bűntudat alapú reakció. What the researchers began to see, amit a kutatók elkezdtek észrevenni, was that those who are prone to a shame-based reaction, azaz, hogy azok, akik a szégyen alapú reakcióra hajlamosak, transmit the wrong act to themselves. A rossz tettet önmagukra vonják, önmagukkal azonosítják. In other words, the shame they experience defines who they are. Más szavakkal, az a szégyen, amit megtapasztalnak, az határozza meg, hogy kik is ők. On the other hand, másik oldalról, there were people who were prone to a guilt-based reaction. Voltak emberek, akik a bűntudat alapú reakcióra voltak hajlamosak. They felt repentance. Ők megbánást éreztek. Bad conscience. Rossz lelkiismeretük volt. Even disgust for what they had done. Még undorodtak is attól, amit tettek. But it never led to self-contempt. De ez sosem vezetett önutálathoz. They could make a difference between their own identity and behavior. Tudtak különbséget tenni az önazonosságuk és a viselkedésük között. By saying, azáltal, hogy azt mondták, yes, I made a big mistake. Igen, egy nagy hibát követtem el. But I myself am not a big mistake. De én magam nem vagyok egy hatalmas kudarc. I want to ask you the question. Szeretném feltenni a kérdést neked. Can you make the difference between shame and guilt? Tudsz különbséget tenni a szégyen és a bűntudat között? I do not think most people can, to be honest. Őszintén szóval nem gondolom, hogy a legtöbb ember tudna. As I said before, ahogy mondtam ezelőtt, guilt is actually a good thing. A bűntudat az igazából egy jó dolog. If you have done something bad, hogyha valami rosszat csináltál, then guilt is a good thing. Akkor a bűntudat egy jó dolog. But if you feel guilty all the time and you have not done anything wrong, de hogyha bűntudatod van állandóan, úgy is, hogy még nem is csináltál semmi rosszat, then guilt is not healthy. Akkor a bűntudat már nem egészséges. But if you have hurt someone, de hogyha valakit megbántottál, and you feel guilty about it, és bűntudatod van emiatt, that is a healthy reaction, ez egy egészséges reakció, because that means you are still susceptible to the voice of God, mert ez azt jelenti, hogy még mindig érzékeny vagy Isten hangjára. God uses our guilt to lead us to repentance. Isten a mi bűntudatunkat használja, hogy megbánásra vezessen. Shame, however, does not come from God. Noha a szégyen, az nem Istentől jön. I believe it comes from the devil. Hanem úgy gondolom, hogy az ördögtől. God is the one who convicts us of sin. Isten az, aki meggyőz bennünket a bűnről. And we should feel shameful about what we have done. És talán szégyen teljesen érezzük magunkat amiatt, amit tettünk. But listen very carefully. De most figyeljetek nagyon jól. God is not the one that tells you, nem Isten az, aki azt mondja neked, I think you are a big mistake. Úgy gondolom, hogy te egy nagy kudarc vagy. I think you are a loser. Azt gondolom, hogy te egy nagy vesztes vagy. I think you are pathetic. Szerintem te nevetséges vagy. These thoughts,
ezek a gondolatok. Do not come from the Holy Spirit. Nem a Szentlélektől jönnek. They come from the devil. Hanem az ördögtől. Because they want to draw you deep, deep down. Mert ezek egyre lentebb és lentebb és lentebb akarnak húzni. God wants to bring you back up again. Isten pedig újra szeretne téged felemelni. God is the one. Isten az, who wants to help you. Aki segíteni akar. The devil is the one that wants you to feel miserable all the time. És az ördög az, aki azt akarja, hogy olyan szörnyűen érezzed magad állandóan. And keep you in the vicious cycle without any hope of solution. És hogy állandóan ebben az ördögi ciklusban tartson bármilyen remény nélkül a megoldásra. The devil is the one. Ördög az, who wants us to feel that we are completely unworthy of God's love. Aki azt akarja, hogy mi teljesen értéktelenek és érdemtelenek vagyunk Isten szeretetére. And that we cannot come back to God és nem to mehetünk forgiveness vissza Istenhez, hogy bocsánatot kaphassunk. And restoration. És helyreállítás. This is shame. Ez a szégyen. Here's the thing, my friends. És itt van a lényeg, barátaim. Any wrong and immoral behavior. Bármilyen rossz erkölcsi viselkedés. Which we have been convicted of and feel guilty about. Amelyről meggyőzöttünk és ami miatt bűntudatunk van. But we have not sought repentance for it. De nem kerestünk megbánást ebben. Can after a time turn into shame. Egy idő után szégyenné tud változni. Unresolved guilt. Feloldatlan bűntudat. Can develop into full-blown shame. Teljes körű szégyenné tud alakulni. Guilt is not the same thing as shame. A bűntudat nem egyenlő a szégyennel. But guilt can lead to shame. De a bűntudat tud a szégyenhez vezetni. So what can the consequences be of shame? Tehát mi a szégyennek a következményei? Hiding. Rejtőzködés. Accusing yourself. Vádaskodás magadat. Vádolod magadat. Let's say you have done a big mistake. Tegyük fel, hogy egy nagy hibát elkövettél. What are you saying? Mit mondasz? Oh, I'm so stupid. Ah, olyan hülye vagyok. Oh, I'm so bad. Ah, olyan rossz vagyok. Oh, the situation is whatever. Oh, hát ez a helyzet. You accuse. Vádolsz. You accuse. Vádolsz. And that leads to self-contempt. És ez aztán önutálathoz vezet. And that can lead to judgment. Ami ítélkezéshez és elítéléshez. And this is a cycle which is repeated over and over. És ez egy olyan ciklus, amit újra és újra megismételünk. Because we have swallowed the lie. Mert lenyeltük a hazugságot. That vulnerability is what? Hogy a sebezhetőség az micsoda lenne? Weakness. Gyengeség. So we hide. Tehát rejtőzködünk. And in our hiding. És a mi rejtőzködésünkben. We accuse ourselves. Vádoljuk magunkat. And that leads us to feelings of self-contempt. És ez önmegvetésnek az érzéséhez vezet. And we start to judge ourselves. És elkezdjük magunkat elítélni. But what is fascinating, de ami lenyűgöző, is that if we live by the story of shame, hogyha a szégyen története alapján élünk, you are actually going to reflect this to other people. Akkor ezt ki fogod vetíteni másokra. In psychology there is a term called projection. A pszichológiában van egy olyan kifejezés, hogy kivetítés. We have a projector here itt somewhere. Itt van egy kivetítő. The same thing is doing. Whatever the story is going on here inside. Ugyanez a dolog van bent. Amit történetet mondunk itt magunkban. The way you look at yourself. Az a mód, ahogyan magadra nézel. You project it to others. Ezt kivetíted másokra. You accuse yourself. You start vádolod to accuse magadat, others. Elkezdesz aztán másokat is vádolni. You start to feel self-contempt for yourself. Önmegvetést érzel. You start to contemn others. És elkezdesz megvetni másokat. You start to judge yourself. Magadat elítéled. You start judging others. És elkezdesz aztán másokat is elítélni. Most of the problems in society. A társadalmunkban a legtöbb probléma. Whether that is personal feelings of unworthiness. Akár a személyes értéktelenség érzetéről legyen szó. Or whether we talk about racism or any other thing in society. Vagy rasszizmusról vagy más dolgokról a társadalomban. It goes back to this. Egészen visszamegy ehhez. Because racism, in a sense, hát a rasszizmus tulajdonképpen
look down on someone. Az az, hogy lenézek valakit. And I am bigger. És én így nagyobb vagyok. And that's how shame actually operates. És így működik a szégyen. Because in our feeling of unworthiness. Mert a mi értéktelenség érzetünkben. And in our weakness. És a gyengeségünkben. We must trample upon someone in order to feel better. Muszáj valakin átgyalogolni, hogy aztán jobb, nagyobbnak érezzem magamat. And if you believe that this thing only is in the world. És hogyha azt hiszed, hogy ez a dolog csak a világban látható. Come tomorrow because I'm going to show you because this is actually in religion too. Gyertek el a holnapi előadásokra, mert meg fogom mutatni, hogy ez megtalálható a vallásban is. One's own weaknesses. Valakinek a saját gyengesége. Are attributed to others. Az hozzáadódik másokéhoz. In order to defend our own self-image, which we have created. Kivetíti másokra azért, hogy megvédje a saját önképét. So what are the effects of shame? És mik a szégyennek a következményei? It's the loss of self-worth, or, yeah? Az önértékelés elvesztése. It's the suffocation of growth. A növekedés elfolytása. It's an impulse to draw back and hide. Késztetés a visszahúzódásra és rejtőzködésre. And that actually leads to hurt and broken relationships. Ami összetört kapcsolatokhoz vezet. Have we experienced this? Ezt tapasztaltuk már? Unfortunately. Sajnos. And you, what can you feel shame over? És mi az, ami miatt szégyent érezhetünk? Well, unemployment. Talán munkanélküliség. Or unable to handle the work. Vagy amikor nem tudjuk a munkát kezelni. Do you see? Látjátok? Either it's too little work or too much work. Vagy túl kevés munka, vagy túl sok munka. It can attack who we are. Ez meg tudja támadni, hogy kik is vagyunk. Whether that is mistakes. Hibák. Whether it's about the career. Karrier. Whether it's about going forward. Vagy az előmenetelről legyen szó. It can all go into that. Ez mind ebbe tud esni. Whether that is our financial problems. Akár gazdasági, pénzügyi problémák. Whether that is health. Egészség. May it be physical or mental, doesn't fizikai matter. Fizikai vagy mentális, nem számít. Whether that is unable to be able to speak properly. Beszédkészség, beszédhibák. Whether that is appearance and kinézet. Body weight. Testsúly. Whether that is lack of relationships. Kapcsolatnak a hiánya. My friends, the list can go on. Barátaim, a lista az csak úgy tud folytatódni. Because at one point and the other. Mert egy részről vagy más részről. Who is in the center? Ki van a középpontban? I. Én. And whether we when we focus on the I. És amikor magunkra fókuszálunk. And the focus is continually on the I. És a fókuszunk az folyamatosan saját magam. You not only have the vicious cycle. Akkor nem csak az ördögi kör van ott. But then it goes down. Hanem ez egy ilyen spirálba elkezd lefele menni. The only way, as we will see. Az egyetlen módja, ahogyan látni fogjuk. To come out of this cycle. Hogy kijöjjünk ebből a ciklusból. Is not to look inward. Azaz, hogy nem befelé nézünk. But to look upwards. Hanem felfelé nézünk. To the one who has created us. Valakire, and redeemed us. Aki megteremtett bennünket és megváltott minket. God can take you out of the vicious cycle of shame. Isten ki tud téged venni a szégyen ördögi köréből. But let us go even deeper. De menjünk még egy kicsit mélyebbre. Do you allow me to go even deeper? Megengeditek nekem, hogy mélyebbre menjek? Thank you. Köszönöm. Let's go back to Brené Brown. Menjünk vissza Brené Brownhoz. Shame is actually organized around gender in our Western culture. A szégyen a nemünk köré szerveződik a nyugati kultúrában. For women, a nők számára. Any women here? Vannak itt nők? Okay. Okay. Shame is the following. A szégyen a következőt jelenti. Do everything. Tegyél mindent. Do it perfect. Csinál tökéletesen. And never let them see you sweating. És sose lássanak téged izzadni. Is this true? Igaz ez? Shame for women. A szégyen a nők számára. Is this network of unattainable, conflicting, competing expectations of who we should be. Egy elérhetetlen, összeütköző, versenyző várakozásoknak a hálózata arról, akiknek lennünk kellene. And that's why I put in this picture here. És ezért raktam ide ezt a képet. You not only have two arms, but nem csak két keze van, but eight arms. Hanem nyolc. Doing everything. Csinálj mindent. Do it perfectly. Csinálj tökéletesen. And do not let them sweat. És ne lássák, hogy izzadsz. I wonder how it is during the summertime.
Azon gondolkozom, ez hogy néz ki nyáron? But how is it with men? De mi a helyzet a férfiakkal kapcsolatban? For men? A férfiak számára. So what's on my do-to-do list, says the woman? Ja, és akkor a nő megkérdezi, hogy hát mi is van a tennivaló listámon? Oh, right. Everything. Ó, igen. Hát minden. That is so true, right? Ez nagyon igaz tud lenni. But what about men? De mi a helyzet a férfiakkal? Shame is not a lot of competing, conflicting expectations. A férfiak számára a szégyen az nem a verseny, vagy az összeütköző elvárásoknak való megfelelés. Shame is a single thing. A szégyen az egy dolog. One should not be perceived as what? Milyennek ne lássanak? Vulnerable and weak. Sebezhetőnek és gyengének. That's our problem in our culture today. Ez a problémánk a társadalomban ma. And that's why I put there the picture, real men do not cry. Ezért raktam ide ezt a képet, hogy az igazi férfi az nem sír. Because that's also a sort of image in our society. Mert ez a kép él a társadalmunkban. Now, I have wondered, as I have held several health presentations in Finland, azon gondolkoztam, amikor egészségügyi előadásokat tartottam Finnországba. Why there are so many women that come to the meetings? Miért van az, hogy olyan sok nő jön el a találkozókra? And hardly there is one or two or three men that come. És alig van egy-két-három férfi, aki eljön. And then I discovered this. És aztán észrevettem ezt, felfedeztem. Men do not want to be perceived as weak. A férfiak nem akarják, hogy őket gyengének lássák. And what does it perceive to be weak? Well, és mit jelent az, hogy gyengének látnak? Just speaking from own personal reflection. Csak a személyes gondolataimból beszélek. Asking for help. Segítséget kérni. I can do this. Én meg tudom oldani. I can do this. Én megcsinálom. I don't need anybody's help. Nincs szükségem senkinek sem a segítségére. I can do this. Meg tudom oldani. Someone telling me about health. Valaki nekem beszél az egészségről. No, thank you. Köszi, nem. I rather die than receive help. Inkább meghalok, mint hogy segítsenek. That's how certain men think, right? Talán néhány férfi így gondolkodik. And I believe that there is a truth to this. És azt gondolom, hogy van ebben a némi igazság. But that is also one of the reasons why there are actually more women who are religious than men. De talán ezért lehet az, hogy több nő, aki vallásos, mint ahány férfi vallásos. Actually, in the Seventh-day Adventist Church, there are more women than men. A hetednapi adventista egyházban is több nő van, mint férfi. And that is also in most of the Protestant churches. És ez a helyzet a legtöbb protestáns egyházban. And I've been wondering why that is so. És azon gondolkozok, hogy miért van ez így. And I believe that there is a truth to what we have seen here. És azt gondolom, hogy van némi igazság abban, amit itt látunk. Men do not want help. Férfiak nem akarnak segítséget. But only when it becomes too difficult. Csak akkor, amikor már túl nehézzé válik. They open themselves up to God. Akkor nyílnak ki Isten előtt. For me, I needed to break my leg in order to find God. A saját példámból élve számomra szükség volt, hogy eltörjem a lábamat ahhoz, hogy Istenhez forduljak. So what have we seen in this presentation? Hát mit láttunk ebben az előadásban? Let us try to conclude. Próbáljuk meg összegezni. We have seen what went wrong. Láthattuk, hogy mi ment tönkre. And we have seen many, many situations. És sok-sok szituációt láttunk. We went back already to the fetus level of pregnancy. Visszamentünk a terhességnek az a szakaszára, amikor a magzat ott van a méhben. Where the mother's feelings and emotions can impact the fetus and the developing brain. Amikor az anyukának az érzései és hangulatai a gyermek fejlődő agyát befolyásolják. We went through the psychology of rejection. Átmentünk a visszautasításnak a pszichológiáján. Which in its essence is the opposite of what we've been created for. Ami az ő lényegében az ellentéte annak, mint amire meglettünk teremtve. And then we discovered this fascinating cycle of shame. És aztán észrevettük a szégyennek ezt a lenyűgöző ciklusát. Which is the story of humanity. Ami az emberiségnek a története. Hiding. Rejtőzködés. Accusing. Vádaskodás. Self-contempt. Önmegvetés. And what? És mi? Judgment. Elítélés. And that's how we view ourselves. És így nézzük magunkat. That's how we view others. Így nézzünk másokat. And I'm gonna show you tomorrow. És holnap meg fogom mutatni. That if we live according to the cycle of shame. Hogyha a szégyennek a ciklusában élünk. We are going to create a religion.
Egy olyan vallást hozunk létre. Where God will be accusing. Ahol Isten vádolni fog. Where God will be the one that says self-contempt to you. Akkor Isten az, aki azt mondja, hogy megvetlek téged. And God is the one who is ready to judge you. És Isten az, aki kész arra, hogy elítéljen. And not to save you. És nem pedig, hogy megmentsen. Now these things, hiding. Ezek a dolgok, rejtőzködés. Accusing. Vádaskodás. Self-contempt. Önmegvetés. And judgment. És elítélés. Is there a story in the Bible quickly? Van-e egy történet a Bibliában gyorsan? Where the psychology of shame in humanity is revealed. Ahol a szégyennek a ciklusa az emberiségben megnyilvánul. I believe there is. Én úgy gondolom, hogy van. Adam and Eve. Ádám és Éva. Whoever wrote the fall of humanity. Bárki is legyen az, aki az emberiség bukását leírta a Bibliában. I believe it was Moses. Úgy gondolom, hogy ez Mózes volt. But whoever wrote it. De akárki is legyen az. Must have by inspiration understood how the mind works. Ihletés által megértette, hogy az elme hogyan működik. Genesis 3. Mózes első könyve 3. fejezet. Verse 1 and onwards. Az első versektől. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made, and he said to the woman, "Has God indeed said, 'You shall not eat of every tree of the garden'?" A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezeivatnál, amelyet az Úr Isten teremtett, és mondta az asszonynak, "Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?" We see the serpent. Látjuk a kígyót. But how is humanity described before? De az emberiség hogyan kerül leírásra ezelőtt? Chapter 2, verse 25. A második fejezet 25. vers. And they were both naked. Voltak pedig mindketten mezítelenek. The man and his wife. Az ember és az ő felesége. And they were not, what is the word? És mi? Nem volt. Mi a szó? Ashamed. Nem szégyelték. Moses is trying to describe them how humanity from one point to the other is going to go. Mózes megpróbálja leírni, hogy az emberiség az egyik pontból hogyan került el a másikba. They were not ashamed before sin. A bűn előtt nem volt bennük szégyenérzet. But now after sin. De most a bűn után. We will see the cycle of shame. Mert észrevesszük a szégyen ciklusát. Chapter 3, verse 2. Harmadik fejezet, második vers. And the woman said to the serpent. És a nő azt mondta az asszonynak. We may eat the fruit of the trees of the garden. A kert fájnak gyümölcseiből ehetünk. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. De annak a fának a gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. És aztán mondta a kígyó az asszonynak, bizony, nem haltok meg. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. So when the woman saw that the tree was good for food, és látta az asszony, hogy jó a fa az elederre, that it was pleasant to the eyes, és kedves a szemnek, and a tree desirable to make one wise, és kívánatos a fa a bölcsességért. You see how the mind is functioning? Látjátok, hogy az elmeit hogyan működik? She took of its fruit and ate. Szakasztott azért annak gyümölcséből és evett. She also gave to her husband with her and he ate. És adta a vele levő férjének is, és az is evett. And listen very closely. És most figyeljetek nagyon. Then the eyes of both of them were opened, és megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei. And they knew that they were naked. És észrevették, hogy mezítelenek. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. És fügefa levelet aggattak magukra, és körülkötőket csináltak maguknak. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. And Adam and his wife did what? És Ádám és az ő felesége mit csináltak? Hide. Elrejtőztek. What's the first step in the cycle of shame? Mi az első lépés a szégyen ciklusában? Hiding. Elrejtőzés. Adam and Eve. Adam és Éva elrejtőzött. Hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Then the Lord God called to Adam and said, "Where are you?" Szólítta akkor az Úr az embert és mondta neki, "Hol vagy?" So he said, és mondta, I heard your voice in the garden,
Szabadott hallám a kertben. And I was afraid because I was naked and I hid myself. És megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. And he said, és mondta ő, who told you that you are naked? Isten, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Have you eaten from the tree of which I command you that you should not eat? Avagy talán ettél a fáról, amelytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? Listen carefully. És most figyeljetek. Then the man said, és mondta az ember, the woman, az asszony, whom you gave to me, akit with me, mellém adtál, she gave me of the tree and I ate. Ő adta nekem a fáról, és úgy ettem. So what is Adam doing? Mit csinál Ádám? Hiding. Rejtőzködik. And accusing. És vádaskodik. Accusing. Vádolja. Others. Mást. And accusing God. És vádolja Istent. Verse 13. 13. vers. And the Lord God said to the woman. És mondta az Úristen az asszonynak. What is this you have done? Mit cselekedtél? The woman said. Az asszony pedig mondta. The serpent deceived me. A kígyó ámított el. And I ate. És úgy ettem. Fascinating. Lenyűgöző. Hiding. Rejtőzködés. Accusing. Vádaskodás. Self-contempt. Önmegvetés. Judgment. Elítélés. In the story of the fall of humanity. Az emberiség bukásában. But you know what is so fascinating? Tudjátok, hogy mi az, ami olyan lenyűgöző? As we will see in the coming presentations. Ahogy látni fogjuk a következő előadásokban. Jesus has actually taken our shame. Jézus magára vette a mi szégyenünket. So that we would never feel shame. Ever. Azért, hogy soha többet ne érezzünk szégyent. No wonder the Desire of Ages says. Nem csoda, hogy a Jézus élete című könyv ezt írja. The Lord is disappointed when his people are not valuing themselves as they should. Az Úr csalódik, mikor népének a tagjai kevésre értékelik önmagukat. Az Úr azt akarja, hogy választottai azon ár szerint értékeljék önmagukat, mely árat érettük a Golgotán lefizetett. Isten vágyakozik utánuk, kívánja őket, különben nem küldötte volna el fiát azzal az igen sokba kerülő megbízással, hogy váltsa meg őket. Az Úrnak feladata van számunkra, és nagyon tetszik neki, ha gyermekei a legmagasabb igényekkel lépnek eléje csak azért, hogy minél nagyobb mértékben megdicsőíthessék az ő nevét. Nagy dolgokat várhatnak el az Úrtól, ha hisznek az ő ígéreteiben. I want to tell you, my friends, szeretném elmondani nektek, barátaim, do not undervalue yourself. Ne értékeld alá magadat, ne becsüld alá magadat. You are greatly loved by your Creator. A Teremtőd nagyszerűen szeret téged. And he was ready to risk his own existence. Kész volt arra, hogy a saját létezését kockáztassa. Just to save you. Csak azért, hogy megmentsen téged. So that you can be with him forever and ever and ever. Azért, hogy örökön, örökké vele lehessél. I don't know what you are struggling with. Nem tudom, hogy mi az, amivel küzdesz. But Jesus is ready to help each one of us. De Jézus kész mindannyiunkat segíteni. Take his arm. Fogd meg az ő kezét. He's reaching his arm out to you. Ő kinyújtja az ő kezét te feléd. Do not remain in the cycle of shame. Ne maradj a szégyen ciklusában. You can become a new creation in Christ. Krisztusban új teremtés lehetsz. All things have passed away. Minden dolog magunk mögött van. New things are coming about. Az új dolgok elérkeztek. Is this your wish? Ez a te vágyad. Is this your desire? Ez a te kívánságod. Let me pray for you. Hadd imádkozzak érted.